Egyelőre zöldségek teremnek azon a területen, amelyen később egy szociális épületet építenének fel. A 150 millió forintos beruházás révén az új épületbe költözhet át a gyermekjóléti szolgálat, a megfelelő körülményeket pedig irodák és vizes blokkok biztosítják. Egy másik 132 millió forintos fejlesztéssel lényegében a Forgácskastély környezetét tennék rendbe, a korábbi TS telepet rehabilitálnák, területén egy városi piacot és egy fedett színpadot alakítanának ki. Az önkormányzat tervei szerint a terület vízelvezetést és utakat kapna, így egy valódi közösségtér alakulhat ki az egyedülálló műemlék mellett. Ide készülne egy színpad, egy álló színpad, fedett színpad, ami azt jelenti, hogy nem kellene minden éven több százezer forintot bizonyos rendezvényeknél kiadni egy színpadra. Emellett elkészül egy városi piac, a mai kornak megfelelően, természetesen ugyanúgy vizes blokktól kezdve, ami kell hozzá, és ott annak a területnek a teljes rendbetétele, itt volna majd egy kondipark, ami az is be van adva egy pályázat, és emellett szeretnénk, hogy mivel a kastély környezetében van műemlék jelleggel, ott egy olyan sétáló rész kialakít, ami tényleg a városnak egy méltó pontja volna. A három közül a legnagyobb összegű projekt a 240 millió forintos csapadékvíz elvezetési beruházás lesz, ami legalább 8 utca vízelvezetési gondját oldja meg. Ez a 9-es vízgyűjtő területre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy indulna itt a főútó a Rákóczi utca, Monusillés utcától. Mi itt úgy hívjuk, hogy a idézőjebb a Kanada rész, ami 7-8 utcát érint, és ide itt átemelőktől kezdve, hogy amikor van egy havári vagy hirtelen eső is, hogy el tudja vinni a vizet, hogy megoldva legyen a lakosságnak az a gondja, hogy ne felfolyjon az udvarára, mert a dombozatunk sajnos olyan, hogy sokfelé az útról inkább felfolynak a magánembereknek, gazdáknak a udvarára a víz, és ezeket próbálnak ők küszöbölni. Most már várjuk, hogy a szerződéseket lehessen aláírni, és utána, ami olyan, akkor indítanánk, és hogy legyen a közbeszerzés, majd a kivitező kiválasztása. A több mint 4000 lakosú város a beruházások megvalósításához 100%-os visszanemtérítendő támogatást kapott a terület- és településfejlesztési operatív program nyertes pályázatain.